A magyar diafilmgyártó vállalat bemutatja Sünn Balázs című diafilmjét. Erdőszélen, erdőszéli tölgy tövében volt egy ház. Abban lakott 7 Sünn testvér. Sünn Aladár, Sünn Piroska, Sünn Adorján, Sünn Dorottya, Sünn Demeter, Sünn Tihamér, s a legkisebb Sünn Balázs. Hogyha jól bevacsoráztak, szűk lett nekik az a ház, s előfordult ilyenkor, hogy kívül rekedt Sünn Balázs. Furakodott, nyomakodott, morgott, perelt, dühöngve. Semmit se ért. Mit tehetett? Lefeküdt a küszöbre. Telt az idő, múlt az idő, éjre éj és napra nap. Egyre többször fordult elő, hogy a házból a legkisebb kimaradt. Ebből elég, torkig vagyok, kiáltott fel Sünn Balázs. Sokan vagyunk, s kicsi nekünk ez a ház. Éppen ezért én elmegyek. Szervusz néktek, 6 testvér, Sünn Aladár, Sünn Piroska, Sünn Adorján, Sünn Dorottya, Demeter és Tihamér. Miután így elbúcsúzott, fogta magát, elindult. Lábanyomán porzott a véngyalogút. Így baktatott, így poroszkált, szomszéd tölgyig meg sem állt. Ottan aztán sürgött, forgott, árkotásott, falat emelt, tetőt tárcsolt, ajtót szegelt, és mire a nap leszállt, épített egy kaibát. Égni mondta, most már végre kényelmesen alhatok, nem tolnak ki a küszöbre a nagyok. A levélből ágyat vetett, kényelmeset, belé feküdt, s hortyogott, hogy csörögtek, s remegtek az ablakok. Éjfél tájban vihar támadt, hajlítgatta a vénfákat, fújt a szél nagy zajjal ám, s arra ébredt, hogy zörögnek a kaiba ajtaján. Ki az? Szólt ki fogvacogva. Ki kopogtat ének idején? Mi vagyunk az? Szóltak kintről. Mi vagyunk a 6 testvér? Sünn Aladár, Sünn Piroska, Sünn Adorján, Sünn Dorottya, Demeter és Tihamér. Elvitte a szél a házunk, engedjél be, ázunk, fázunk idekint. Csuron víz a kabát rajtunk és az ing. Jól van, szólt Sünn Balázs, jövök már. S fordult a kulcs, nyílt a zár. Betódultak mind a hatan, tele lett a kaiba. Kérdezte is Sünn Tihamér, mondd csak testvér, nincs csak ez az egy szoba. Lefeküdtek, elaludtak. S arra ébredt Sünn Balázs, újra kicsi lett a ház, mert az éjjel ide-oda löködve kiszorult a küszöbre. Elnye, mondta fejvakarva, mit tehetnék? Megnövök. S akkor talán nem lesz ágyam, nem lesz párnám a küszöb. Írta Csukás István, elmondta Halász Judit.